Sziasztok srácok, itt vagyok Ópusztaszeren, és éppen Kiskunmajsára tartok, ugyanis meg szeretném nézni azt az elhagyatott szovjet laktanya részt, ami hát nem teljesen elhagyatott, mert egy része az menedékvárosként üzemel már jó pár éve, már szerintem lassan 10 éve, és ja, emiatt vigyázni kell, de megnézzük, hogy egyáltalán be tudunk-e menni, ha be tudunk. Úgyhogy éppen oda tartok. Addig is gondoltam, hogy megállok Ópusztaszeren, és csinálok pár képet, még mielőtt tovább mennék, meg ugye felraktam a kamerát, mert most feleslegesen minek vegyem az utat. Kegyetlen meleg van, 26-28 fok van, ami nagyon durva egy október végén, úgyhogy én nem mondom vagyok, hogy menjünk, mert már szakad a hátamról a víz, és ebből jön a megfázás. Rengeteg motorosra találkoztam idefelé menet, de főleg itt a Tisza túloldalán voltak nagyon sokan. Hát szerintem mindenki kihasználja ezt a marha jó időt, ha már most sokaknak ugye szabad nap van az ünnep miatt. Ez a homokos gané annyira itt nem tetszik nekem. A másik szép dolog ebben az időben, hogy bent van nekem a termobélés. Hát, hagyd ne mondjam, hogy kezd kicsit melegem lenni, de nem fázunk, ez a lényeg. Szeretem egyébként ezt a környéket, mert nagyon szép fás, csak ugye vigyázni kell az állatokkal, mert hát így ősszel már elég sokan vannak, és ki tudja, hogy mikor jönnek ki elénk. Idefelé menet Szentes után, a Tisza hídnál. Nem tudom, hogy mi talált engem fejbe, de mintha paintballal lőttek volna meg. A bal oldalamra szinte nem látok, tehát valami szép, húsos bogár úgy döntött, hogy megfejel engem, vagy én fejelem meg őt. Tehát kegyetlen, de ezután valami lepke is nekem jött, szóval nem tudom, hogy szándékosan a fejemre mennek-e, bár tök mindegy, mert amit látjátok, a motor elejes tiszta gané, mint amit lehánytok, de felesleges lemostom a motort, mert ebbe a jó időbe 5 perc után a repülő hangyák, meg minden kisebb kis bogár, poloska az úgy szépen összefirkálja. De a hétvégén azért már leszeretném mosni, mert elég ronda így. Sokan írtátok nekem, hogy ti is vetetek CB500X-et, és most ezekhez az emberekhez szólnék, ugyanis érdeklődöm, hogy nektek is ugyanolyan kényelmetlen az ülés, mint nekem, mert hát első ránézésre puhának tűnik, meg amikor megnyomkodja az ember, ó, tök jó, ráül, kényelmes, de konkrétan én fél óra után úgy érzem magam, mint akinek ketté tört a segge, rohadt kényelmetlen, nem tudom, hogy miért. Sokan 1000 kilométereket lenyomnak vele, akár egy seggel is, és nem tudom, hogy most velem van-e a hiba, hogy én nem bírom ennyire jól, vagy hogy mi lehet a gond. De tényleg viccen kívül a CBR-rel akár elmentem 200 kilométert is egy seggel, itt 40-50 kilométer után úgy érzem magam, hogy nem bírok tovább menni, mert megőrülök. Már most is helyes terek jobbra, balra, előre, hátra, nem tudom hova üljek, mert mindenhol kényelmetlen. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a kommentekben, akinek ugyanígy CB500X van, az mit mond, mert hát nem sokan panaszkodnak rá, és nekem pedig tényleg rohadt kényelmetlen, ami egy túramotornál azért gáz. Na mindegy is, váltsunk témát. Szóval ugye Kiskunmajsán van ez az elhagyatott szovjet laktanya rész, hát elvileg 3 bejárat van, abból ugye egy, ami a menedék városba vezet, az a nyilvános bejárat. Hát megnézem nagyjából mindhármat, hogy melyik mit mutat nekünk. Ó, de jó, hogy itt csinálják az utat. Jó, hát ez itt félreállt. Hopp, ez a csatorna is jó helyre került. Rég voltam egyébként erre felé, azért is jött az ötlet, hogy nézzük meg. Meg Urbex is régen volt. Szóval ezt a kettőt így összehozzuk most. És remeteg lesz is belőle valami. Mert őszintén szóval tényleg nem tudom, hogy egyáltalán bejutunk-e. De hát az a terv, mindenféleképp. Faszom van, hullámvasút. De mindjárt lerepülök a motorról. De itt vagyunk. Hova lett a menedékvárosunk? Nem is kéne itt bejönnöm. Fordulás, fordulás. Itt van a menedékváros. Hát szerintem befittyenünk.
Hát igen, mint látjátok, még arra egészen eltart ez az egész. Hát lenne mit videózni. Atya világ, mekkora ez a hely. Hopp, stop, stop, stop. Az üveget nem szeretjük. Majd mindjárt elnézzük még amarra is, mert mint mondtam, tart ez az egész jó messzire. Nagy a csönd. Magánterület, jó, ezt akkor kihagyjuk. Elnézzünk errefelé. Wow! Itt meg jobban néz ki a hely. Jó, legalább tudjuk, hogy ezt a szélső épületet hanyagolni kéne, csak nem akarunk valakivel összefutni oda bent. Gondolom raktárnak használják. Tehát még... Még erre is van épület. Merre menjünk? Az istenit. Az a baj, nem hoztam fejpántot. Így ebbe a 100 fokban nagyon jó lesz menni bukós isakkal. De én itt fogok megrohadni. Is volt. Ülj, bazd meg, ez beteg. Geci. Szerintem akkor ez a szovjet laktany az olyan volt, hogy mondom, ez volt az orvosi rész, és volt egy ugye a katonáknak, még kesztyűk is vannak. De durva. Hát ez lehetett az ilyen fürdő. Van emelet is. Ez egyébként úgy hallottam, hogy ezek eredeti bontatlan ásványvizek. Vera és Aqua. És ez mind eredeti és pontatlan. Azta. Hát ez egy... Meg nem... Biztos ismeritek ezt a kanapét. Ez egy másik történet. Szerintem ez volt a katonák része. Vagy ez meg lehet, hogy... Nem, ez itt voltak a betegszobák. Meg. Hát itt bútorok vannak. Orosz szöveg. Bazd meg, még a íz is fel van rakva a sarlókalapács. Ez mi? Ez gondolom festék, mert horrorfilmekben van csak vér. Nem már! Beszarsz! Az eredeti zsákokon, amiben van ez a... Nem tudom, mi lett ez, cement? Ott a sarlókalapács. Most is látszok, hogyha így lihegek nagyon, csak... Mint mondtam, kicsit jó idő van. Fent vannak szekrények. Sőt, ha jól látom, itt az ablakra ilyen tank minták voltak festve. De durva. És van egy szoba, mintha be lenne rendezve. Hát, annyira nem. Na, itt egy jegyzet. Gépírás szabályai. Írásjelek írása. 1967. február 1. Hát, ezek nem mai dolgok. 3 gyakorlat sebességfokozás elbetű. Még menjünk feljebb szerintem.
Szerintem ez volt az ilyen parancsnoki kórházi rész, mert ugye beljebb vannak még csomó ilyen kisebb épület, szerintem azok voltak a konkrét laktanyák. De furcsa, hogy így fel vannak rakva a zsákok, mintha airsoft meccs lett volna, de... Igen, szerintem itt airsoftoztak, azért vannak így rakva a zsákok, mert ez airsoft golyó. Hát ide már szerintem nem megyünk fel, nem akarok nagyon zörögni, ott is van sarlókalapács, meg minden ezek a kéznyomok, meg ez a vörös festék, kicsit furcsa. Itt is van orosz felirat, most nézem. Bőröndök. Jól, már csak ki kell jutni, hol jöttünk be? Itt. Igen, a középső épületben voltunk, ezt valószínűleg használják részben. Ő, a faz. A gyökerével elintézte szépen. Hát itt is vannak azért ilyen kisebb épületek. Garázsnak tűnnek, meg javító helységeknek. Hát meg ugye ezek már annyira nem érdekesek, mert viszonylag ki vannak pakolva. Ó, de jó, ez a gajcsomó ott a közepén. Á, ökörnyál, de utálom. Na mondom, hogy menjünk arra felé, amerről jöttünk. Valószínűleg amarra is kijutnánk, de ez a biztos. De ahogy látom, itt is tele van kórházi cuccokkal. Nos, srácok, én elköszönök tőletek, remélem tetszett ez a kis urbex videó, hiszen már rég volt ilyen. Itt beállok és lövök egy gyönyörű képet Instagramra, úgyhogy... Én Red Rider voltam, leírásban megtaláljátok az Instagram és Facebook oldalamat, kövessetek be, hogy nem maradjatok le semmiről. Széles utat nektek, sziasztok!